Köszöntjük a stúdióban dr. Madarasi Anna allergológus pulmonológust, akivel az otthoni penészről fogunk beszélgetni. Ugyanis ez egy, hát ha nem is azt mondom, hogy egy gyilkos dolog, de egy nagyon veszélyes dolog lehet, akár bárkinek az otthonában megtalálható, mert hogy jön a hideg, jön a csapadékos idő, egyre kevesebbet szellőztetünk, egyre jobban bedunsztolódik a levegő, és bizony megjelenik a falakon, a csempén, a fogákba a penész, ami bizony veszélyes lehet az egészségünkre is. Jó reggelt, jó napot kívánunk, köszöntjük. Mik az első lépések, hogyha mondjuk felfedezzük, hogy bizony a lakásunkban megtalálható, és érezzük ezt akár a légzésünkön, köhögésünkön, orváladék, bármi, mik azok a tünetek, amiből tudjuk, hogy itt bizony a penésztől lehet valami problémánk? Hát az biztos, hogy a tünetek mondjuk nem jellegzetesek, hogy pont penészgombára allergiás valaki, de az allergiás tüneteket észleljük, vizes orrfolyás, tüsszögés, orrviszkettés, szemviszkettés, esetleg nehéz légzés, asztmás jellegű légzés. Tehát akkor, mint egy klasszikus allergia. Hát igen, akkor körül kell nézni a lakásban valóban. Nagyon alattomosan megbújnak ezek a kezdetben, amíg nem kiterjedt a penészgomba, és nyilvánvalóan, hogyha ezt észleljük, akkor el kell pusztítani őket. A penészek között van különbség? Hogyha van, akkor igen, melyik a legveszélyesebb, igen. És akkor mire kell figyelni, hogy azok a jelek, akkor gyanakodhatunk, hogy itt egy komolyabb probléma áll fenn. Hát először is van a beltéri penész és a kültéri. A kültéri az, ami az erdőben, például amikor az avar leesik ősszel, és alatta is ilyen párás, nyírkos földdel van tele, és akárha erdőbe megyünk, akkor is okozhat gondot, vagy behordja a szél a városokba. Ez az egyik része, a másik a beltéri, az otthoni, az többnyire hát a rosszul szigetelt házakban van, Magyarországon sajnos elég sok rosszul szigetelt, akár tömbépület, akár családi ház van, illetve ami miatt egyre többet látunk, a nagyon jó nyilászárók. Tehát nincsen meg az a természetes szellőzés, ami a régebbi típusú nyilászároknál megvolt. Elsősorban fürdőszobákban kell körülnézni, ahol vizes tömb van. Amit nem szoktak észrevenni, talán a mosdókagylónak az a túlfolyója, hogy azt is igenis ki kell tisztítani mindent, akár egy fogkefével benyúlni, és gombaellenes szerekkel, fertőtlenítővel kitisztítani, de sajnos a falak is tudnak penészedni. Hogyha nem vagyunk ennyire figyelmesek, és nem tisztogatjuk így az otthonunkat, akkor milyen hosszú távú következményei lehetnek? Nem mindenki lesz allergiás a penészgombára, tehát van, aki egész jól el van vele, de aki allergiás rá, annak ezek az allergiás tünetek mindenképpen, és hát az a környezet, ahol hát ha nagyon elszaporodik, de akkor az már nagyon, amikor már érezni az illatát is, vagy szagát, akkor az már mindenkinek okozhat légúti problémát. Az illata vagy a szaga az ilyen dohos, mint hogyha egy ilyen pincében lennénk, tehát ez igen, hideg és ilyen igen, kellemetlen. Igen. Tehát van egy jellegzetes illat, ami muszáj, hogy a figyelmünket felkelti. Nem pont olyan, mint amikor a pincébe megy, annál egy kicsit folytóbb, meg talán büdösebb. Mert például a pinceszagot én kifejezetten kedvelem, meg a boros pinceszag is, az, igen, pedig ott is van penész, az más, az a nemes penész. Hogyha kezeljük az otthonunkban a penészt, akkor ez hosszú távon megszüntethető, vagy pedig visszatérhető? Hát visszatérhető, hogyha a szigetelés rossz, vagy én túl meleget csinálok és túl nagy párát, na ez a másik dolog, amivel gond szokott lenni, hogy veszik ezeket a párásítókat, nem jól zár nagyon jól zár a nyilászáró, jó meleg van, plusz még párásítok, még a ruhát is szállítom, akkor még jó szigetelés mellett is tudok bajt csinálni magamnak. Tehát igenis szellőztetni kell, rá kell venni magunkat, hogy nagy kereszthúzatokkal. És hát nem kell párásító. Meg kell nézni, meg kell mérni, 40-60 relatív százalék között, ha van a páratartalom, az pont elég. Hogyan kezelhető? Tehát, hogyha ott van a penész, kiderül, hogy allergiások vagyunk rá, el kell menni gondolom orvoshoz, mit hogyan tud segíteni nekünk? Hát először is meg kell fölállítja a diagnózist, a tünetekből azt, hogy milyen csoportba tartozik, meg lehet nézni priktesztel, tehát amikor az allergént kicsepegtetjük és egy ilyen karcolós próbával, illetve vérből is ki lehet mutatni. Tehát az első mindig az, hogy életmódi tanácsot adunk, elmeséljük, hogy lehet küzdeni a penészgomba ellen, de sokszor gyógyszeres kezelés is kell, az ugyanaz, mint a parlagfő allergiában, abban nincs különbség.
Köszönjük szépen, doktornő, visszavárjuk majd az adás végén. A kedves nézők pedig hívhatják a doktornőt a 0635 15 93 99-es telefonszámon egész délelőtt. Köszönjük. Köszönjük.